Szeretettel köszöntöm dr. Heckenast Annát, régi kedves kolléganőmet, akivel a közigazgatásban találkoztunk és dolgoztunk együtt, és legutóbb pedig annak kapcsán kerültünk összeköttetésbe, hogy a szakjogászi szakdolgozatának, diplomamunkájának az elkészítésében kért tőlem konzultációs lehetőséget, amit én boldogan megadtam, annál is inkább, mert egy olyan közös jogi témát tudtunk így átbeszélni, ami a születés körüli időszakot érinti. És ez azért is nagyon izgalmas, mert egyrészt ugye a védőnők és a szülésznők nagyon sok olyan helyzettel találkoznak, amiben jó segítségük lehet a nekik is a jogi ismereteknek a felfrissítése, másrészt ők maguk is esetleg majd tudnak segíteni az édesanyáknak ilyen irányú kérdéseikben. Ez a podcast pedig, amit most közösen elkészítünk, pedig egy olyan jogi szakmai tanácsadás, ami azért a hétköznapi füllel is jól értelmezhető és hallgatható, és igazán gyakorlatias tanácsokat is tartalmaz. Heckenast Anna két gyermekes édesanyja, mindkét gyermekét császármetszéssel hozta a világra, és ezeket a tapasztalatait is megosztja velünk a jogi szempontok figyelembevételével. Úgyhogy akkor el is kezdjük a mai témánkat. A téma a várandós és szülői jogok átfogó áttekintése, hogyan is figyeljünk azokra a jogi kérdésekre, amelyek a kismamákat az ellátásuk során érintik. De halkan jegyzem meg, hogy az édesanyák mellett nagyon fontos, hogy az édesapák és a többi családtag is tájékozódjon ebben a témában, hiszen az édesanyák egyre kevésbé jelennek meg csak egy szál magukban ezekben az ellátási formákban, hanem elkíséri őket a párjuk, a férjük, édesanyjuk, testvérük, úgyhogy minél szélesebb körben tájékozódnak az állampolgárok ezekről a jogokról, annál inkább tudjuk az édesanyákat erősíteni ezben a különleges élethelyzetben, amikor gyermeket várnak és gyermeket szülnek. Hát akkor szeretettel köszöntöm még egyszer Heckenast Annát, és az egészségügyről szóló törvény, 1997. évi egészségügyi törvény, ami azért jegyzem meg, hogy ez folyamatosan frissül és folyamatosan bővül, hiszen a betegjogok is először csak egy néhány paragrafust tettek ki, most pedig már egy elég széles kiterjedtségben állnak a betegek, illetve az ellátórendszer segítségére. Átadom akkor a szót dr. Heckenast Annának. Szeretettel köszöntök én is mindenkit, és Mariannának köszönöm szépen a lehetőséget, hogy most beszélgethetünk. Hadd reflektáljak rögtön arra, amit mondtál, hogy nem csak a kismamáknak, hanem a körülöttük lévő, vagy velük együtt lévő embereknek is jó ez, hogyha tudják, hogy milyen jogaik vannak a betegeknek, kismamáknak, szülőnöknek, mert magam is tudom, hogy nem mindig voltam abban a helyzetben, hogy akár érvényesíteni tudtam volna a beteg jogaimat, vagy akár tudatában lettem volna annak, hogy hoppá, ezek valóban léteznek. Mert várandósan azért az anyuka egészen más állapotban van, mint ahogy mondják is. Ahogy mondtad, igen, az egészségügyi törvény tartalmazza a beteg jogokat. Először kiemelném az egészségügyi ellátáshoz való jogot, aminek az egyik része a szabad orvosválasztás, amit sokszor félre szoktak érteni az ellátást igénybevevők, mert ugye ez eléggé nagy korlátokkal bír. Azt jelenti, hogy az alapellátásban lehet szabadon megválasztani az orvost, tehát a házi orvost és a házi gyerekorvost.
Bár azt gondolom, hogy ez egy olyan bizalmi kérdés, hogy kinél jár vizsgálatra a kismama, és kinél szeretne, vagy fog szülni, hogy fontos lenne, hogyha ez másképpen lenne, de ez nem az én kompetenciám eldönteni. Viszont fontos ebben a jogban, az egészségügyi ellátáshoz való jogban, hogy lehet kérni második szakvéleményt, ami a saját érintettségem miatt szintén a császárra kiírt anyukáknak lehet fontos, hogyha természetes úton szeretnék megszülni a babájukat, és nem akarnak császármetszést, akkor kérhetnek második orvosi szakvéleményt, aki esetleg mást mond, és biztatja őket a természetes szülésre. Az emberi méltósághoz való jog a következő joga, amit a törvény megfogalmaz, és ez is nagyon, nagyon lényeges. Ami szerintem kiemelendő, hogy az ellátáshoz szükséges beavatkozásokat végezzék csak el a kismamák, és például oxitocin adása, vagy indokolatlan gátmetszés, vagy bódítás esetleg túl korai vagy túl késői császármetszésre ne kerüljön sor. Ugye ezek is benne vannak, hogy mi a szükséges beavatkozás. És az is nagyon lényeges eleme ennek a jognak, hogy a személyes szabadság korlátozása csak sürgő szükség esetén lehetséges. És itt szerintem nagyon-nagyon fontos, hogy a személyes szabadság korlátozásába tartozik bele az is, hogy a kismama nem választhatja meg a számára kényelmes és megfelelő szülési poszt, pedig úgy vélem, hogy ő tudja igazán, hogy mi az a helyzet, ami neki kényelmes, és tudja, hogy hogyan tudja a kisbabáját megszülni. Itt csak zárójelbe jegyezném meg, hogy a háton fekve az talán egyedül az orvosnak kényelmes, hiszen a gravitáció is lefele van, ott akkor pedig fölfele kell tolnia a kismamának. A következő a kapcsolattartásnak a joga, és ezt külön nevesíti a törvény, ezt talán beszéltük is Mariannával, hogy nagyban hozzájárult, hogy bekerüljön, hogy a szülőnőnek joga van ahhoz, hogy a vajudás és a szülés alatt egy általa megnevezett személy folyamatosan vele legyen. Tehát, hogy erre a törvény nem csak hogy lehetőséget ad, hanem biztosítja minden kismamának, hogy vele legyen valaki. És ahhoz is joga van, hogy az újszülöttjével együtt helyezzék el. Tehát, hogyha a kórházban nem a roaming-in ellátás van érvényben, akkor, vagy nem ez a rendszer van, akkor is lehetőséget kell biztosítani arra anyai kérésre, hogy a babával együtt helyezzék el a friss anyukát. Igen, itt azért hadd szóljak közben, hogy szerencsére most már nem csak a jogszabály engedi, sőt írja elő ennek a lehetőségnek a gyakorlatát, hanem már van egy szakmai irányelv, ami a családbarát szülészeti ellátás részleteit kidolgozza, és ezt a szakmai irányelvet ugye minden szülészeti intézménynek és abban minden munkatársnak figyelembe kell venni, hogy lehetőség szerint ezek az elvek érvényesüljenek, illetve nem csak elvek, hanem főleg a gyakorlat. Úgyhogy így kell kialakítani a szülés körülményeit, és hadd mondjam, hogy ez még a legkeményebb COVID időszakban, a világjárvány időszakában is fő szempontnak tekintette az országos tiszti főorvos, hogy amennyiben lehetséges úgy a járványügyi helyzet megengedi, akkor az édesapáknak a jelenlétét biztosítsák a szülés folyamán, illetve a járvány ne akadályozza meg az anya-gyermek kapcsolatot. Ezek nagyon fontos és finom kérdések, amelyek a hétköznapokban
bizony problémát is jelenthetnek, hogyha nem vagyunk kellően tájékozottak ebben. Igen. A második gyerkőcöm pont a COVID idején született, 2020. szeptemberében, és ott lehetett a apukája végig, meg hát ugye császármetszés miatt ő kapta meg rögtön a szőr-bőr kontaktra a gyerkőcöt. Úgyhogy az nagyon jó volt, hogy ez így tudott lenni. Sőt, most már arról is hallunk egyre több intézményben példát, hogy nem csak az érett újszülöttek, hanem már koraszülött ellátásban is, ha a baba állapottan ezt megengedi, lehetővé teszi, akkor koraszülött babamama szobák is vannak már, ahol a pici koraszülött baba is minél több anyai test közelbe tud kerülni, minél több időre is, és válaszkészen lehet őt táplálni, szoptatni. És ez hát tudományosan bizonyított, hogy ezek a babák hamarabb is felépülnek, és könnyebben fejlődnek, mint azok, akik el vannak zárva az édesanyától. Igen. A következő, a gyógyintézet elhagyásának a joga. Itt is azt mondanám, hogy a betegnek joga van a gyógyintézetet elhagyni saját felelősségre, akkor és ha amennyiben azzal mások testi épségét, egészségét nem veszélyezteti. Tehát itt is van egy korlátja, hiszen hogyha az anya el akar menni a kórházból, ő megteheti, de ott van a babája, akinek a testi épségét és egészségét szintén felelősséggel tartozik. Bár hallunk olyan híreket, hogy ambuláns szülészeti ellátás bevezetését fontolgatják, erre még talán várni kell egy kicsikét. A következő az a tájékoztatáshoz való jog, ami nagyon-nagyon fontos és egyik sarkalatos része a tájékozott beleegyezésnek, mert hogy ennek egyéniesített formában teljes körűen és szóbelinek kell lennie, mert hogy a megbízható tájékoztatással növelni lehet a beteg döntési önállóságát, autonómiáját, és ezzel olyan felelős döntést tud hozni a későbbiekben, hogy azzal, hát, hogy is mondjam, a saját és a baba életét is, helyzetét is megkönnyíti. Itt azért hadd említsem meg, hogy az egyéniesített formában ez tulajdonképpen azt jelenti, hogy az édesanyja felkészültségét, iskolázottságát, a témával kapcsolatos ismereteit figyelembe véve kapja meg ezt a tájékoztatást, és itt nagyon fontos még az, hogy legyen lehetőségük kérdéseket feltenni, hogy pontosan úgy értik-e a kapott információt, ahogy azt szánták, és itt is azért még nagyon sok mindent helyre lehet tenni, vagy meg lehet magyarázni, és végül is a döntést annak tudatában tudja meghozni, hogy valóban egy ugyanazt érti az édesanyja, mint amilyen információt kapott az orvostól, vagy bárki mástól, akár a védőnőtől, vagy szülésznőtől. Tehát itt nagyon fontos ez a, nem csak elmondani kell nekik, hanem meg ráadásul az egészségügyi dolgozónak kötelessége is visszacsatolást kérni, hogy ezt valóban meg is értette az illető, és úgy értette, ahogy elmondták. De ezen nagyon sok mindent tudjuk, az emberi kommunikáció az a legnehezebb dolog a világon, pedig azt hiszük, hogy egy nyelvet beszélünk, és akkor minden oké. De mégis nagyon sok finom árnyalatnyi félreértés múlhat azon, hogyha nem egy nyelven és nem egy formán gondolkodunk. Tehát a magyar nyelv az egy csodálatos lehetőség arra, hogy ezt gyakoroljuk. És az egyéniesített forma tehát ezt jelenti, hogy meg kell győződni róla, hogy az édesanyja valóban azt érti-e a tájékoztatáson, amit a szakemberek elmondanak neki.
Így van, és ezért fontos a szóbeliség, és ezért nem helyettesíthető előre elkészített általános ismeretterjesztő anyagokkal, brosúrákkal a tájékoztatás, mert úgy kevesebb lehetősége van kérdezni az édesanyjának. Még itt csak egy dolgot említenék, hogy a vizsgálati díjról is tájékoztatni kell az édesanyját, mert bár általánosságban ugye ingyenes az ellátás, de hogyha valami olyan dolgot kér, mondjuk egy fényképet az ultrahangról, a babáról, akkor az díjköteles szokott lenni általában. A tájékozott beleegyezés másik fontos része az önrendelkezéshez való jog, amit nehéz megítélni a várandós és szülőnők esetében, mert hogy magáért és a gyerkőcéért, gyermekéért is felelősséggel tartozik, és az önrendelkezési jognak ez a korlátja, hogy nem veszélyeztetheti mások életét és testi épségét. Viszont az invazív beavatkozásoknál, mint például a műtét, a beteg írásbeli beleegyezése szükséges, azonban ez bármikor visszavonható. Ezt lehet, hogy csak zárójelben jegyzem meg, bár azt gondolom, hogy mivel Magyarországon eléggé magas a császármetszések aránya, biztos, hogy vannak indokolt császármetszések is, de valószínű, hogy ebben a nagy szórásban az indokolatlan műtétek száma is eléggé magas. Viszont, hogyha megfelelően fel van készítve a kismama, akkor lehet, hogy ezt a számot vissza lehet szorítani. Így az invazív beavatkozás zárójelbe zárva. Viszont nincsen szükség beleegyezésre, hogyha a beavatkozás elmaradása mások és a magzat is ide tartozik, életét, egészségét és testi épségét súlyosan veszélyezteti. És itt azért mondanám, hogy a Magyar Orvosi Kamarának az etikai kódex is azt tartalmazza, hogy a beteg érdeke kell, hogy a legfőbb parancs legyen az orvos számára, tehát hogy a beteg érdeke tényleg az első és a jól létem, és még az alapvető jogok biztosa is megállapította, hogy a beteg jogosult arra, hogy a kivizsgálását és kezelését érintő kérdésekben tevékenyen részt vegyen, és ennek ez a feltétele, hogy a beteg megtévesztéstől, fenyegetéstől, kényszertől mentes, megfelelő tájékoztatást kapjon, és ezen alapuljon a beleegyezésem. A következő az egészségügyi dokumentáció megismerésének a joga, és itt annyit mondanék, hogy a szóbeli és írásbeli tájékoztatásnak összhangban kell lennie egymással. Ahogy korábban is mondtam, az írásbeli tájékoztatás nem helyettesítheti a szóbeli tájékoztatást, úgyhogy itt ez még jobban összekapcsolódik, vagy még hangsúlyosabb. És akkor tényleg ezt szeretném hangsúlyozni, hogy a tájékozott beleegyezés az mennyire fontos a várandós és a szülőnők esetében, és biztatnék arra mindenkit, hogy készítsen szülési tervet, amit a védőnővel és az orvosával átbeszél, mert akkor így már valamennyire fel van készülve, tudja, hogy mire számíthat, hogyha a szülési terv készítése közben kérdése merül fel, akkor azt át tudja beszélni az érintettekkel. Tájékozódjon előzetesen a kórházban, hogy mi a protokoll, mi fog vele történni. Tényleg, amit Marianna is mondott, a családbarát szülési irányelvet
keresse meg esetleg a kórház honlapján, én több kórház honlapján is megtaláltam, és akkor nyugodtan lobogtassa, hogy ő e szerint szeretne szülni. És végül pedig a császármetszésről szeretnék egy pár szót szólni, mert azt gondolom, hogy itt is nagyon fontos, hogyha valakinek valóban indokolt a császármetszés, és nincsen más lehetősége, mint a hasi szülés, akkor tájékozódjon előzetesen a kórházban teljes körűen, hogy hogyan fog ez történni. És a családközpontúság itt is nagyon fontos véleményem szerint, hogy legyen lehetőség az aranyórára, az apai jelenlétre, akár a műtőben, bár ezt annyira nem szeretik az orvosok, bár úgy tudom, hogy az a családbarát irányelvben ez is benne van. És hogyha lehetőség van rá, akkor még a műtét során mellkasra lehessen helyezni a gyerkőcöt, anya mellkasára természetesen. És itt is, hogy elsősorban a testi-lelki felkészülés fontos a szülésre, mert hogy ez a felkészülés sokszor elébe mehet a kényelmi, vagy az esetlegesen indokolatlan császármetszéseknek. Mert hogy a császármetszésnek is van egy szakmai protokollja, ami leírja azt, hogy milyen esetekben kell és indokolt császármetszést alkalmazni. És végül pedig arra bíztatnék mindenkit, hogy bátorítsák az anyukákat, hogy képesek megszülni a gyerkőcüket, és hogy kérdezzenek, tájékozódjanak, mert az a legfontosabb. Így fognak szerintem ők is elégedetten távozni a kórházból, és a babájuk is boldog és kiegyensúlyozott lesz. Nagyon szépen köszönöm dr. Hekkenast Annának az egészségügyi szakmai jogi ismeretek birtokában megtartott előadását, az édesanyák, várandós és szülőnők és családjaik számára tartott jogi összefoglalót és tájékoztatót. Biztos vagyok benne, hogy nagyon hasznos összefoglalót hallottunk, de ugyanakkor tudjuk azt, mindannyian gyakorló édesanyaként, hogy még ezek a tájékoztatók is kinyithatnak további kis kérdésablakokat, úgyhogy biztatjuk a kedves hallgatóságot, hogy nyugodtan keressenek meg minket a honlapunkon keresztül, és tegyenek föl kérdéseket, és ezekből akár összeállíthatunk további részletesebb tájékoztatókat is. Még egyszer nagyon köszönöm ezt a nagyon színvonalas és nagyon frappáns összeállítást. Köszönöm a lehetőséget én is. Jó egészséget kívánok, és boldog anyaságot. Köszönöm szépen.